Az elmúlt hetek rámutattak, hogy az Orbán rendszerben a pedofiloknak és segítőknek kitüntetés és kegyelem jár. Ez nem Kalendrével kezdődött, így volt már akkor is, amikor kiderült, hogy a Fidesz közeli Bőte csaba alapítványánál egy pedofil tíz éven át erőszakolhatott meg gyerekeket. Érdekes módon a román igazságszolgáltatás nem mentegette a pedofilt. 28 évre zárták börtönbe, nem kapott sem kegyelmet, sem kitüntetést. Itthon viszont Bőte Csabától senki nem kért magyarázatot, sőt a Fidesz előterjesztésére európai polgárdíjat is kapott a történtek után. A Demokratikus Koalíció EP képviselői Bőte Csaba európai polgári díjának visszavonását kezdeményezik az általa vezetett Dévai Szent Ferenc állapítványnál történt pedofil bűncselekmények miatt. Ha valaki felel egy intézményért és az abban lakó gyermekekért, majd kiderül, hogy egy pedofil tíz éven át erőszakolhatta az ott lévő gyerekeket, annak biztosan nem jár semmilyen kitüntetés. A DK szerint elég volt a pedofil simogató fideszes politikusokból, akik kegyelmet és kitüntetéseket osztogatnak pedofiloknak és segítőiknek. Magyarország a hazánk, nem pedig a Fideszes pedofilok vadászterülete. Meg fogjuk védeni a gyermekeinket és unokáinkat, akármilyen magas kormányzati szintre is működtetik a Fideszes pedofil hálózatot. Már a világos, hogy az Orbán rendszer a legmagasabb szinten fedezi, mosdatja, menti felé és tünteti ki a Fideszes pedofilokat és segítőiket. A Sándor Palotától az igazságügyi minisztériumon át a Fidesz LP frakciójáig ezt látjuk, Bőte Csabát például az utóbbi terjesztette elő európai polgári díjra. Ahhoz, hogy fel lehessen számolni az Orbáni pedofil hálózatot, előbb az Orbán rendszert kell felszámolni, hogy utána Dobrev Klára vezette árnyék kormány által kidolgozott gyermekvédelmi programmal söpörjük ki a pedofíliát minden intézményből. A Demokratikus Koalíció LP képviselői Bőjte Csaba Európai Polgári Díjának visszavonását kezdeményezik az általa vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítványnál történt pedofil bűncselekmények miatt. Ha valaki felel egy intézményért, az abban lakó gyermekekért, majd kiderül, hogy egy pedofil tíz éven át erőszakolhatta az ott lévő gyermekeket, annak biztosan nem jár semmilyen kitüntetés. Meg fogjuk védeni a gyermekeinket és unokáinkat, akármilyen magas kormányzati szintről is működtetik a Fideszes pedofil hálózatot. Magyarország a hazánk, nem pedig a Fideszes pedofilok vadászterülete.